Idén is a gazdasági iroda készített elő a 2021-es városi költségvetést Füzesabonyban, melyhez az előző évet vették alapul, ismertette Nagy Csaba polgármester. Hozzátette, a tervezetet elküldték az intézményvezetőknek és a képviselőknek is, akik véleményezték azt. A költségvetés 3,7 milliárd forint bevételel és kiadási oldallal került megtervezésre. Ez azért van, mert vannak nagy pályázataink, amelynek az összege a Magyar Kincstárnál elkülönített számlán már itt vannak, és ezt szerepeltetni kell a költségvetésünkbe. Azt is tudni kell, hogy az adóbevételünk minden évben emelkedik. Most is több mint 400 millió forint volt az iparűzési adónk. Ez örömteli hír, de azzal is jár, hogy ezáltal több az elvonás a kötelező feladatoktól. Most 93 millió forintot von vissza az állam, és vannak olyan önként vállalt feladatok, amelyeket a önkormányzat saját büdzséből biztosít. Így közel 200 millió forintot kell előteremteni, de ez hasonló az előző évekhez szintén, úgyhogy ez mindig sikerül, most is pozitívan állok hozzá, és biztos sikerülni fog. Nagy Csaba polgármester kiemelte, idén is stabil a város költségvetése, az önkormányzat idén sem tervez megszorításokat.